1999 óta rendezi meg a Gárdonyi Zoltán Református Kórus a Kórusok Napja rendezvényt, melynek ötlete az együttes vezetőjétől, Naszladi Júlitól származik. Hát én énekzene tagozatos általános iskolába jártam, és az engem tanító, nagyra becsült tanítónénik és az énekzene tanárok a lelkünkre kötötték, hogy azt a zenei múltat őrizzük azokkal a hagyományokkal, amiket az őseinktől örököltük, és amikor belőlem ének tanár lett, és megalakult a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes, akkor 1999-ben kitaláltam, hogy legyen Magyar Kórusok Napja. És onnantól kezdve minden évben, két év kihagyás mellett ezt a rendezvényt megszervezi a Gárdonyi Kórus. 1882. december 16-án született Kodály Zoltán. Nem biztos, hogy mindig a napján tudjuk, de hát ez adventi időszak. Nagyon szép adventi. Ugye ez a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, ami november 30-ával, Szent András napjával indul, és elérkezünk december 24-éhez, és ezen a kórus hangversenyen olyan Kodály művek is megszólalnak, ami már a közelgő karácsonyt idézi. A kórus éneklés hagyományának és Kodály Zoltán emlékének őrzése mellett a rendezvény része annak az ünnepség sorozatnak is, mely Szekszárdon ebben az időben zajlik. Erről szólt megnyitó beszédében Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója is. Nagyon köszönöm kedves Juditnak és valamennyi szervezőnek, hogy hosszú évek óta Szekszárdon is megünnepeljük ezt a jeles évfordulót. Advent időszaka van. Várakozás az Úr eljövetelére, amely az elmélkedés, a lelki feltöltődés, az adakozás és a megnyugvás időszaka is egyben. Ezekben a hetekben a karácsonyra történő lelki felkészülés mellett egy kulturális intézményben számos évvégi vagy jótékonysági koncert zajlik, és munkatársaimmal együtt mi is igyekszünk tartalmas programokkal szebbé tenni a készülődés időszakát. Köszönettel és hálával tartozunk a város kulturális és művészeti csoportjainak, a kórusoknak, zenekaroknak, tánccsoportoknak és valamennyi civil egyesületnek, hogy a valamennyiünket sújtó nehéz gazdasági helyzet és az energiaválság ellenére közös összefogással ilyen gazdag programkínálatot tudunk kínálni itt a házban és a Kulturális Központ előtti Szent István téren. A kórus találkozó egy folyamat része minden esztendőben, mondja Naszladi Judit, hiszen igyekszem nyitott szemmel járni és figyelni, kik azok, akiket szívesen látnék itthon egy ilyen rendezvényen. Olyat szeretnék mindig, akiket talán nem ismernek a Tolnai megyeszékhelyen. Itt van egy nagyon ismert, nemzetközi szinten ismert, megbecsült karnagy, aki sok évtizeden keresztül a Kodály Intézetnek volt a vezetője, Erdei Péter tanár úrra gondolok, és egy véletlen kapcsán ismerkedtünk össze Baján a Kórus Fesztiválon, és mint kiderült, még soha nem voltak Szekszárdon, és szíves örömest érkeztek. Erdei Péter rendszeresen tanít is, és tapasztalatait megosztotta velünk. Azt mondja, pontosan lemérhető a gyerekeknél a visszavett énekórák számának negatív hatása. Mi a Kodály Intézetben a kurzusokon, a éves tanfolyamokon, nemzetközi tanfolyamokon természetesen igyekszünk a hazai legjobb példákat bemutatni, mert hiszen a fiatal tanárjelölteknek, vagy pedig azoknak, akik a kodályi zenei nevelés elméletét igyekeznek megtanulni, nekik mindig a legjobb példákat igyekszünk mutatni. De ez nem jelenti azt, hogy ők ne tudnának arról, hogy voltak éppen az általános derékhad milyen nehéz helyzetben van Magyarországon. Azóta, amióta az általános iskola bizonyos osztályaiban heti egy énekóra van, gyakorlatilag az ének tantárgynak a jelentőségét, a fontosságát nagy mértékben elvette az oktatási kormányzat, mert hiszen tudjuk azt, és nem csak Kodálytól, hanem nagyon sok tudós ember, komoly gondolkodó, egészen századokig visszamenőleg
tudják azt, hogy az embernevelésnek a művészeti nevelés milyen fontos eszköze. És a művészeti nevelésen belül a zene az egy különleges helyet foglal el, mert az semmi mással nem pótolható, és az az érzelmi világnak olyan szelidítését, olyan emberséges tételét biztosítja, amire a mai világban nagyon nagy szükség van. Ahhoz, hogy a kórus éneklés hagyománya fennmaradjon, sokat kell tenni. Utána kell menni és dolgozni kell érte. Erről beszélt a Siklósi Tenkeskar vezetője. A kórus mozgalom valóban nagy bajban van, de azért mi nagyon ügyesen megtaláljuk azokat az embereket. Most egy kicsit elkanyarodom, mert a mi siklósi kórusunkban nem csak siklósi emberek énekelnek, hanem jönnek például Komlóról, én például pécsi vagyok, jönnek a keleti mecsek, Magyaregregy felől is, tehát ők hatalmas áldozatot hoznak azért, hogy jöjjenek. Tehát ha ezt nézzük, akkor azért persze, hogy bajban van a kórusmozgalom, de vannak olyan áldozatkész emberek, akik legyőzik ezeket a távolságokat. Mi meg mindenhova elmegyünk, ahova hívnak, és mi is szervezünk külön ilyen találkozókat. Egy kórus azt tart életben, hogyha van mire készülnie, hogyha vannak fellépések, vannak koncertek, amire új darabokat vagy a régieket megújítva készülhetünk. Amikor más kórusok is ott vannak egy ilyen találkozón, az még nagyobb kihívás, mert egy különös izgalom van bennünk, bennem is, hogy az én kórusom, én olyan vagyok, amilyen, a stílusom olyan, amilyen, és a többiek vajon mit hoznak, vajon lesz-e új, vajon darabokat cserélünk egymással, ötleteket merítünk egymásból. Mindig áldozatkészségre van szükség, nem csak most. Szóval én ezt nem érzem olyan nagy különbségnek. Persze, hát szerezni kell a énekeseket, örömmel keresgetjük őket, és invitáljuk hozzánk, hogy jöjjenek. Hát ez volt mindig is a feladat. Tehát úgy nem jönnek oda, hogy most ülünk a fenekünkön, és akkor várjuk, hogy megérkezzen valaki. Így nem fog jönni. Oda kell menni, és azt kell mondani, hogy gyere, nálunk jó együtt lenni, mi szeretjük a közösségünket, mi örömmel vagyunk együtt. Úgyhogy gyere hozzánk énekelni. Nem kell itt sírni, én ezt nem szeretem. Én egyébként is inkább optimista és pozitív ember vagyok. Én nem szeretem a jajgatást. Szóval én szeretem, hogyha megyünk előre, minden akadályon keresztül.